Ugrálóvár, kültéri játékok az új komlói szabadidőparkban. Ebben az épületben is lesznek majd játékok, szeptemberig kell berendezni a tervek szerint. A játszóház mellett irodaépület és üzemcsarnok is épült a Juhász Gyula utcában. A beruházás a szabadidő eltöltését és a munkahelyteremtést egyaránt szolgálja. Komlón a 27%-os munkanélküliséget sikerült 7%-ra leszorítani az utóbbi 12 évben, mondta az átadón az államtitkár. György László szerint új technológia és újabb munkahelyteremtés vár a baranyai kisvárosra a következő években. 50-es években a szén jelentette a jövőt Komló számára, most a zöld hidrogén jelenti a jövőt Komló számára. A Pécsi Tudományegyetemmel közösen itt Komlón létre fog jönni egy olyan tudományos park, ahol a napelem energiáját felhasználva zöld hidrogént fognak tudni előállítani. A jövő a hidrogéni, a hidrogén technológiájé, gyermekcipőben jár még ez a technológia. Azt szeretnénk, hogyha Komló a világ élvonalát képviselni. A vasárnapi átadón a területországgyűlési képviselője is ott volt. Hoppál Péter azt mondta, a polgármesterrel közösen, meghallgatva a komlóiak igényeit, folyamatosan tárgyaltak a kormánnyal a fejlesztésekről. Ennek eredménye a megújult buszpályaudvar, épül a kaptár, civil központ, a bétai elkerülőút. Ez mind sok milliárdot jelent. Kampány van, ezért most támadják ezt a sikersorozatot baloldalról. Olyan jelölt, aki soha nem nyert itt, és nem is itt él már, mondja a képviselő. Ilyenkor előkerül budapesti lakásából, és elmondja, hogy itt Komlón máshogy kéne mennie a dolgoknak. Attól tartok, hogyha valaha ők újra visszakerülnek a hatalomba, a baloldalról beszélünk, akkor újra tönkre megy az ország, és tönkre megy a város is. Úgyhogy ne adjuk meg nekik ezt a lehetőséget, hanem mi továbbra is tartsunk ki a fejlődés mellett, és a munkánkkal tegyük oda magunkat, mert Komlón még további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy ez a virágzó európai kisváros az egész ország példájára egy csodaváros is lehessen. A komlói Juhász Gyula utcában egy bányászati üzem volt, egy csillebuktató, ahol fogadták a szenet. Ez a terület sokáig az enyészeté volt, majd 2016-ban kormányzati segítséggel elindulhatott a rendbetétele. Ennek az eredménye a Szabadidőpark és Vállalkozók Háza, amit 960 millió forint visszanemtérítendő támogatásból alakítottak ki.